A 2011. év a választások éve Magyarországon. Az új jogszabályok sok változást eredményeznek. Ezek között az országgyűlési választókerületek is módosultak. Hajdúszoboszló továbbra is választókerületi székhely maradt. Április 6-án újra országgyűlési választások következnek. Ez azonban jelentős új feladat elé állítja a választókörzeti központokat. Hajdúszoboszlót hogyan érinti ez? Körülbelül úgy, mint korábban, mert hogy választókerületi székhely vagyunk, és a választókerület változott meg, tehát az ide tartozó települések. Mondjuk úgy, hogy keleti irányból most északnyugati irányúvá vált, tehát Hajdúszoboszlótól kezdve egészen Tiszacsegélyig, Püspökladánynál, Udvaron át, Hortobágyegyek, és hát délre is, mert Földes például ide tartozik, Hajdúszobát korábban is itt volt, tehát korábbi 12 településhez képest most 15 település tartozik hozzánk, ez nagyobb lakosságszámot és egy picivel nagyobb település számot is jelent. Akiknek a kiszolgálása közel a szavazás napjáig Hajdúszoboszlón kell, hogy történjen, tehát a kis települési felkészülés az folyik ugyan, a kollégák ezen dolgoznak, de minden itt bonyolódik a székhely településen. Közben kialakultak a járások is, az okmányiroda elkerült a hadiszoboszlói polgármesteri hivataltól. Milyen új feladatokat végeztek el, eddig hogyan zajlik a felkészülés? Sok jóról nem tudok beszámolni, országos gondokról van szó, nem szoboszlói specialitásról. Azzal, hogy az okmányiroda, mint alapvető eszköze és rendszere a választások előkészítésének elkerült, személyzettel együtt, illetve a hivatal bizonyos kollégái is átkerültek a járási hivatalhoz. Ha sarkítani akarom, akkor jelenleg községi szintre süllyedtünk a technikánkat illetően, ugyanis a két anyakönyvvezetői gépen lehet a választási feladatokat csinálni, egy átlagszámítógépen nem, és ígérik, csak még nem hozták 6 darab számítógépet, amit beállítva, összekötve az okmányirodai hálózattal tudnánk működtetni. Most a normál anyakönyvvezetői feladatok, amik szintén ütemezettek, meg váratlanok, például egy haláleset, kell megállítani, vagy este, vagy később csinálni meg a dolgokat. Nem tudom, a remény hal meg utoljára, hogy megkapjuk ezeket a gépeket, viszont 17-től felgyorsulnak ezek a választási cselekvések, tehát szeretném, hogyha addig teljesen kész lenne a szoboszlói technika is. Nem a személyzetről van szó, azzal is vannak gondok, mert kevesebb emberből kell dolgoznunk, válogatnunk, de az alapvető a technikai eszköz, mert hiába van nekünk elegendő PC-nk, számítógépünk, azt nem lehet, csak egy speciális gépen lehet ezeket a feladatokat majd elvégezni. Hajdúszoboszlón hogyan alakul a szavazókörök száma az idén? A jól megszokott módon 20 darab szavazókör fog működni, és hát a bizottságokban is igyekszünk rutinos, már gyakorlott idézőjelbe csapatot és a jegyzőkönyvvezető, az ott működő jegyzőkönyvvezetőkre is ez működik összeállítani. Kis változás van ez a művelődési háznak a felújítása miatt, az ott levő két szavazókör az átkerül a járóbeteg ellátócentrum a rendelőintézet földszintjére kulturált körülmények közé majd. Amennyiben kérdése van a választópolgároknak, kit is, mikor kereshetnek ügyesben és dolgaikkal, kérdéseikkel itt a helyi választási irodában? Ez rendkívüli többletfeladat, fontos, tehát nem kicsinyeljük le, és igyekszünk segíteni a választópolgároknak a saját munkánk végzése mellett. Ezért biztos tipp csak az, hogy a hivatalnak a központi telefonszámon az 557-300-as számot célszerű hívni, és onnan, amelyikünk elérhető, aki az a néhány ember, aki már komolyabban betanult ebbe a szerepbe, majd azt fogja kapcsolni a kolléganőm, aki éppen elérhető, vagy amilyen jellegű probléma van. De itt is felhívom a figyelmet az internetes lehetőségekre, a választás.hu honlapon. Minden megtalálható információba is, és minden cselekvés szinte elvégezhető ott is, amit egyébként helybe kell. Nem kényszerítek senkit internetre, mindenki válasszon, bennünket is el tud jönni. Kopogtató cédulák helyett más módon történik ettől az évtől kezdődően a jelölt ajánlás. Mire célszerű fölhívni a választópolgárok figyelmét?
Van néhány határidő, ami közeles, ez február 15, amikor a kampány jogszerint elkezdődik, az 50 napos kampány, és ez tart egészen a választás napján este 7 óráig, tehát a szavazókörök bezárásáig most már nincs kampánycsend, csak gyűlést akkor majd nem lehet tartani, meg van területi korlátozás is. Másik ilyen határidő, hogy február 17-től lehet ajánló íven gyűjteni az ajánlásokat. Ami újdonság önmagában ez, hogy nem ajánlószávényt, tehát ne várjon a postaládába senki majd ajánlószávényt, viszont az ajánló ível a jelöltek vagy a jelölő szervezetek megbízottjai fogják keresni. Néhány tilalomra, kórházrendelő intézet, bizonyos munkahelyek, középületek, közszolgálati hivatali épületek kivételével gyűjthető az ajánlás, és az is újdonság, hogy nem csak egy jelöltet ajánlhat, hanem bárki, bármennyit, akit támogatni kíván, tehát ez a korlátozás megszűnt. Hajdúszoboszló idegenforgalmi központ átjelentkezés, vagy ilyen téren van-e változás? Korábban igazolásnak nevezték azt, amivel lehetett szavazni annak, aki nem a lakóhelyén tartózkodik a szavazás napján, ezt most átjelentkezésnek nevezi a törvény, és hát természetesen az egyetemi és a turisztikai központokban itt nagy forgalom várható, amivel önmagában nincs gond, mert megszoktuk ezt már, hogy többlet szavazó mennyiséget, ha csúgya szóval mondhatom, kell kiszolgálnunk. Annyi bibi van, hogy csak egy szavazókör volt kijelölhető, ez a Városháza, tehát ide be kell jönni, nem lehet többet, és az üdülő területen se tudunk. Ez a egyik oldal, a másik oldal az, hogyha valamelyik szoboszlói nem tartózkodik majd a szavazás napján itt, akkor egészen április 4-én 16 óráig tőlünk, tehát a helyi választási irodától vagy az interneten kérheti egy másik szavazókörbe átirányítását, ahol majd tartózkodni fog, hogy ott tudjon szavazni. És van még egy újdonság a rendszerben, hogy aki nem a lakóhelyén szavaz, hanem átjelentkezett máshová, az az eredeti jelöltjére, tehát a lakóhelye szerinti jelöltre szavaz, nem úgy, mint korábban, hogy a szoboszlói jelöltre kellett szavazni az itt levő üdülő vendégeknek. Mindenki a saját jelöltjére, ez egy kis logisztikai feladatot majd okoz a választási szerveknek. Tapasztaljuk, hogy mennyi problémát okozott a Nemzeti Választási Iroda korábban kiküldött levele. Minden postaládában egy címzetlen, aláíratlan boríték került. Nagyon sok az érdeklődés. Talán egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogyha senki nem csinál semmit, vagy aki nem csinál semmit ez alapján, akkor nagy valószínűséggel biztosan szavazhat. Ha csinál, az már, tehát hogyha nemzetiségi jegyzékbe kéri a felvételét, az már nem biztos. Tehát az a tanácsom, hogy önmagában ezzel nem kell foglalkozni, de telefonon természetesen tudnak érdeklődni. Említettem, hogyha nem fog itthon tartózkodni, akkor mit tehet? A nemzetiségi vonal külön szervezi majd magát, országosan onnan is fognak segítséget kapni, tehát ez fontos. És még egy garanciális elem, hogy most ne rohamozzanak bennünket rögtön a telefonokkal, hogy február a Nemzeti Választási Iroda február 17-ig, tehát ez sincs messze, minden névjegyzékbe szereplő választójogosult választópolgárnak névre szóló értesítést fog küldeni. Ezt még korábban mi küldtük. Most a Nemzeti Iroda fogja küldeni, és az lesz a garancia, és azt kérem, hogy aki nem kapott, vagy nem jót kapott, azok keressenek bennünket, hogy korrigálni tudjuk, illetve meg tudjuk nézni a dolgot. Tehát az a korábbi levél, az csak egy tájékoztatás, bizonyos jogokról, adatletiltás, egyebek. Igazából nem muszáj azzal bármit cselekedni. Viszont ha valaki választójogosultnak gondolja magát, és nem kap majd ilyen értesítést, akkor keressen bennünket. Ez is sokáig, tehát április 4-én 16 óráig lehetséges.